Nagyon érdekes volt ez a beszélgetés. Itt nagyon sok kérdés is felmerült a kárpátai magyar média, a kárpátai magyar újságírással kapcsolatban. A mi lapunk 2001. január 1-től jelenik meg, és tulajdonképpen mi vagyunk a legnagyobb példányszámú napilap. Ennek ellenére a kárpátaljai magyar közösségben a print, a nyomtatott médiának a jelentősége érezhetően csökken. Egyre inkább az online média felé tolódnak el az olvasók. Egyre több, különösen a fiatal generáción belül az, aki online változatunkat keresi, ott olvassa az újságot. Illetve nagyon-nagyon fontos kérdések merültek föl, például a újságíró utánpótlás, az újságíró képzésnek a hiánya Kárpátalján. Nagyon-nagyon jó gondolatok vannak. Nagyon örültem, hogy vannak olyan fiatalok itt többen is, akik jelentkeztek, hogy a Kárpátaljába kipróbálnák magukat. És remélem, hogy minél hamarabb lesz a főiskolán is egyfajta újságíró képzés vagy újságíró tanfolyam, ami biztosítja majd a kárpátaljai írott sajtón számára az utánpótlást, mert ha nem is lesz nyomtatott újság, ami egyelőre még nem holnap fog bekövetkezni, de ha nem is lesz nyomtatott újság, újságíróra akkor is szükség lesz, mert az online tartalmakat is valakinek elő kell állítani majd. Fölgyorsult az újságírás az utóbbi években, és ez sokkal nehezebb helyzetbe hozza az újságírókat. Van egyfajta hírverseny a kárpátaljai magyar újságok vagy online felületek között is. Itt beszéltem arról, hogy egy 20 perccel később fölrakni egy anyagot, az is óriási veszteség, hisz akár százan is lehivatkozzák 20 perc alatt a másik online újságot, és utána már, ha jobb tudósítást is írunk, akkor is nehéz áttörni, hisz mindenki rájuk fog hivatkozni, az ő anyagukat osztják Facebookon, vagy közösségi médiákon, és ez a hírverseny belekényszerítette egy olyan helyzetbe a kárpátaljai magyar újságírást is, ami egyébként szerintem az egész világ sajtóra jellemző, hogy a gyorsaság miatt a minőség az mindenképpen háttérbe került, hanem ma már nincsenek olyan minőségi tudósítások a hírújságírásban, mint amilyenek korábban voltak.